Budeme vyvolaní po mene a bude nás tam veľa. Poodkladáme krídla zlomené k nohám Stvoriteľa. A bude mu chcieť každý predložiť to svoje malé solo. To nasnívanie, čo len chcelo byť, i to, čo ozaj bolo. Stvoril som svet, vstúpi nám do reči Boh. Nie tak, aby slúžil naplňovaniu túžob človečích, no aby človek túžil. Ak pridával som ohňa do rany, nebol som vo vás krutý. Šťastie je v jeho dosahovaní, nie v jeho dosiahnutí. Až rozpieva sa svetu do Korán, prihlasno vaša duša. Napomente ju ticho, že jej Pán aj šťastím len skúša. Dar života, kto z neho vezme diel, raz mi ho musí vrátiť. A ostane mu niečo nevedel, ale čo vedel stratiť. Zlomené krídla, práve zlomené sú žehnávané Bohom. Budeme vyvolaní po mene a bude nás tam mnoho. Köröttem csend és temető. Csak néha suttog valami, csak néha lehet hallani. Ez ő, ez ő, ez ő. Azután minden újra csendes, és álmodik a temető. Halottak napja nagy keresztény ünnepünk, mely minden szentek napját követi a naptárban. Ezen a napon elhunyt szeretteinkre, hirtelen betegségben elhunyt szülőkre, nagyszülőkre, házastársakra, tragikus körülmények között elvesztett gyermekekre, a háborúban odaveszett hősi halottakra és drága jó ismerőseinkre, barátainkra emlékezünk. Ez a nap, a halottak napja fokozatosan vált az elhunytakról való emlékezés napjává. Az ókereszténység kora óta, a harmadik századtól minden liturgiában megtalálható volt a halottakért való ima. Az egyházban először a 10. század végén ünnepelték önálló ünnepként a halottak napját, mely a minden szentek napja után, amely az üdvözült lelkekre emlékezik, emlékeznek meg valamennyi elhunyt hívőről is. Az ünnep a kereszténység felvételével széles körben elterjedt, és a 14. századtól vált hivatalos ünnepnappá. Úgy tartották, hogy az elhunyt szeretteinkről való megemlékezés, az értük való ima, egyben közbenjárás is a tisztító tűzbeli lelki szenvedések enyhítéséért. A szentmisék az örök létet és a feltámadást hirdetik a mai napig. A hátra maradottak pedig imák kíséretében vezekelnek a más világra költözöttek lelkéért. A protestáns egyházakban október 31-én a reformátorokra, ezáltal a reformáció a protestáns vallások kezdetének napjára emlékeznek. A halottak napja fokozatosan került bele a protestáns közösségek ünnepköreibe. Ezen a napon sokan felkeresik szeretteik sírját és gyertyát, mécsest gyújtanak, virágokat visznek a sírokra, emlékhelyekre. Szebbnél szebb krizantinok, koszorúk és mécsesek mellett emlékeznek meg azokról, akik ma már nem lehetnek velünk. Félénken meggyújtott gyertyák, virágkoszorúba font emlékek, lassan összekulcsolt kezek és halk, alig hallható imarebeg a szeretteikért imádkozók ajkain. Én hajtott fővel ballagok, s a néma árnyak szembe jönnek, s a sírkeresztek rám köszönnek. És mind az igazi nagyok. Én a halottak ismerőse, révedő szemmel ballagok. Utánam huhog a jövő, a múlt, jelen, a sok kereszt, s az árnyakkal zúgni kezd. Ez ő, ez ő, ez ő. Azután minden újra csendes, és álmodik a temető.
2. novembra je pamiatka zosnulých, deň, keď si na Slovensku spomíname na tých, ktorí pre nás v živote veľa znamenali. 1. novembra na Deň všetkých svätých, ktorý je predovšetkým cirkevným sviatkom, ale aj počas tohto dňa prichádzajú na cintoríny ľudia s kvetmi, aj bez nich, ale aj so sviečkami, aby si pri blikotajúcom plamienku spomenuli na svojich blízkych. K niektorým náhrobným kameňom blízky nepoložia veľkú kyticu živých chryzantém ani umelú ikebanu, ale len malý kamienok. Ortodoxní židia nemajú vo zvyku nosiť na hroby kvety. Pochádza to z pravlasti, kde všetko, čo je zelené, je nesmierne vzácne, a z Božích prikázaní, kde sa hovorí, že živé sa nemá obetovať mŕtvemu. Je tradícia, že Izrael tvorí skalnatá púšť, mŕtvych pochovávali veľmi ťažko do tejto skalnatej zeme. Každý, kto išiel okolo, priniesol kameň, ktorý chránil telo pred zneúctením a poškodením zvieratami či prírodnými úkazmi. Okrem toho je to malé pripomenutie, že som bol tu. Židovská tradícia tvrdí, že pokiaľ jediný človek si na vás spomenie, dovtedy ste živí. Na mnohých náhrobných kameňoch na kresťanských cintorínoch je napísané: zostaňte navždy v našich srdciach, sú v nich. A je to jedno, či v týchto dňoch miesto posledného odpočinku našich blízkych vyzdobíme veľkou drahou kyticou alebo malým venčekom. Možno stačí zapáliť malú sviečku. Ticho postáť a so slzami v očiach spomínať na spoločné chvíle, ktoré sa už nikdy nevrátia. Ale mali sme to šťastie, že boli.